alapvetően ugye DJ-ként kezdtem a pályafutásomat, és hogy a DJ az mindig lejátsza a számokat, azokat a számokat, amiket összeválogat, amik a leginkább az ő ízlését, meg az ő elképzeléseit tükrözik általában a adott műfajon belül, és hogy engem viszont mindig érdekelt az, hogy zenekarral, normális hangszerekkel milyen megszólaltatni ezeket a zenéket, meg egyáltalán velük játszani. Élőben játszani nagyon élvezetes, sokkal jobb, mint DJ-ként, de én egyébként azt is úgy szoktam csinálni, már csak a magam kedvére téve, hogy az sem egy ilyen szimpla ilyen nyomkodása, egyik szám másik beengedése, hanem mindig van valami plusz, de azt lehet, hogy nem is veszik észre az emberek. Szerintem nincs recept. Az van, hogy nagyon érdekes, mert ami működött mondjuk két alkalommal ezelőtt, az most biztos, hogy nem fog működni, mert egyszerűen minden más. Tehát, hogy más az emberek reakciója, más, hogy érzik magukat, más a helyszín, és nagyon ritka, hogy ugyanazok a dolgok ugyanolyan eredménnyel süljenek el. Ahogy én látom, nagyon sok dolog meg van előre tervezve, főleg a mainstream DJ-eknek a szettjeiben, tehát ott nincs is nagyon hibázni sem lehetőségük, ami egyébként jó, de közben pedig szerintem ennek az egész dolognak, amiről én itt most lelkendezem, annak az egésznek a kizárása, tehát hogy ebben már nincsen semmilyen, nincs benne a lehetőség, nincs benne a játék, ami ennek az egésznek az egyik fontos eleme. Tehát engem mindig az motivál a leginkább, hogy megint megcsinálni valami olyan új dolgot, ami még azelőtt nem volt, vagy egy pici, néhány eszenciális dolgot az előzőből átmenteni, vagy esetleg sokkal alaposabban megcsinálni. Tehát ez inspirál. Az egésznek egyébként szerintem mindenki így van, aki fest, vagy zenél, vagy bármi, hogy azért úgy nagyjából mondhatjuk azt, hogy az ember az alkotás rabja, és hogy elsősorban ez az, ami inspirálja, vagy hajtja,